Köszöntöm nézőinket, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban vagyunk, és hamarosan kezdődik egy rendezvény, hogy mi is ez pontosan, Nagy Éva igazgatóhelyettessel beszélgetünk. Ahogy beléptünk, láttuk, hogy Reformáció 500, tehát a reformációról lesz szó, de milyen formában? 2017-ben ünnepeljük a Reformáció 500. évfordulóját, és ezzel kapcsolatban számos országos és helyi rendezvény is lesz. Ma van a Reformáció 500. évfordulójának a megnyitó ünnepsége Debrecenben, és ezzel kapcsolatban, vagy ezzel párhuzamosan kb. 100 iskola együtt délelőtt folyamán részekre bontva felolvassa a Bibliát. Ehhez csatlakozott akkor az iskola, és hányan fognak olvasni? Igen, ehhez csatlakoztunk mi is, és az általános iskola is. A mai nap folyamán több tanár és több diák részekre bontva olvassa fel a Bibliát, kb. 25-en. És azt tudjuk, hogy melyik részt kapták a karcagiak? Újszövetségi és ószövetségi részt is kaptunk, így beosztották Debrecenben, hogy minden iskola a Biblia mindkét könyvéből olvasson föl. Az iskola mi alapján választották, hogy kik olvashatnak? Önként jelentkeztek a gyerekek is, és a pedagógus kollégák is. Nagyon örülünk neki, hogy szívesen olvassák a Bibliát. Azt gondolom, hogy a Varsóval Bersz elolvasó verseny kapcsán azért már vannak edzettebb diákok és pedagógusok ehhez. Így van, biztos hozzájárult ez is, de tényleg örülünk annak, hogy ezek szerint itt tanórán is olvassák a Bibliát, és valószínűleg otthon is, hiszen bátran merték vállalni ezt a mai felolvasást. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük szépen!